Sziasztok, Peti vagyok, és az Ava Group Media csatornát nézitek. Az előző részben megcsináltuk a joysticknak a joystick oldali kábeleit, ugye itt hátul, meg kitakarítottuk a különböző érzékelőit, és most szészhetjük a gázkar oldali részt, mert ezzel is van gond, illetve megpróbáljuk kitakarítani. Úgyhogy tartsatok velem, ha érdekel a videó. Persze, aki szemfüles, az látja, hogy a két videó egy menetben lett fölvéve, de hát az emberek a YouTube-on látják, hogy a videó 2,5-3 óra, akkor biztos nem nézik meg. Na, az első probléma az, hogy ez a csavar látszólag be van rohadva, vagy rohadt hosszú. Csak rohadt hosszú volt. Hát igen, a másikat már egyszer szétszedtem, ugye ezt még nem. Mármint 12 éve ezelőtt szedtem szét a másikat. Ezt meg még egyszer se. Ja, amíg kínlódom, a Logitechről azt kell, lehet érdemes tudni, hogy valójában, vagy bocsánat, a Cytecről, hogy valójában a Logitech ezt fölvásárolta pár éve, tehát csak trademarkként maradt meg a Cytec, de úgy tudtok rákeresni, hogy Logitech Cytec GH65 ugye az új. Na mi fogja még? Ilyenkor kell nagyon óvatosnak lenni, nehogy eltörjünk valamit. Jó. Ez azért szerencsétlen, hogy kiestek a csavarok, bár úgy látom, hogy csak... Ja, van kettő rövid, kettő hosszú, meg három közepes hosszúságú. És látszik, hogy rengeteg műanyag... Rengeteg műanyag töredék van itt a házban. Rá kéne jönni, hogy még egy csavar. Egy, kettő, három, négy. Itt volt benne kettő, ez jött ki nehezen. És akkor itt volt még benne kettő, két rövid. Aha. Na, először is próbálj meg rájönni, hogy mi volt ez az akadás. Ugye ez a tekerentyű próbálja nehezebben tekerhetővé vált csinálnia, vagy hát nehezebben járóvá tenni a joystick részt. Így nincsen semmilyen fennakadás. Ez nem mágnes. Itt van egy rugóval működő kis cucc az aljába. Aha. Tehát, egy kis reverse engineering. Itt
van ez a cucc, ami rugós, és azt a célt szolgálja, hogy ezen a kettő darab bordán fölüljön, és valószínűleg ő okozta ezt a nehéz járást, ami azt jelenti, hogy ez a négy csavar túlzottan erősen meg volt húzva. Ami nem gond, mert ezzel meg is van oldva a nehéz járás problémája. Azon túl, ugye szilikonzsírral van az egész kikenve, azon túl semmilyen látszó probléma nincs itt a szerkezettel. Gyönyörűen jár. Viszont van itt is ez a csatlakozó, ami nem kifejezetten kielégítő. És most megint az a kérdés, hogy szedjük szét, forrasszuk be direktbe oda, vagy forrasszuk be a kábel direktbe ide, de ha ide forrasztjuk be direktbe a kábelt, akkor nincsen semmi, ami megakadályozná, hogy ezt ne lehessen ilyen könnyen kirántani innen. Márpedig itt is van egy kontakthibánk, azt tudjuk. Először is kezdjük azzal, hogy leszedjük ezt a nyákot innen. Viszont itt nincs is olyan műanyag kiálló dolgunk, amihez nagyon hozzá tudnánk rögzíteni majd a kábelünket, ha szét is forrasztanánk. Viszont ez a csatlakozó nem igazán mozog a nyomtatott áramkörön. Ugye nyák, nyomtatott áramkör. Mi azt fogjuk tenni, hogy miután tudjuk, hogy mi okozta az akadást, és azt a felét szépen újra forrasztottuk, már nem lesz jó. Jó, azt fogjuk csinálni, hogy ezt megint összeszereljük. Most már tudjuk, hogy mi volt ennek az akadásnak az oka, és hogy lehet megszüntetni. Azt nézem, hogy ez a henger, mintha el lenne ferdülve a foglalatba, de mivel ez egy fröccsöntött foglalat, nem is nagyon tudok vele mit csinálni. Na, a lényeg az, hogy összeszereljük, leteszteljük, hogyha fennmarad a kontakt hiba ezen az oldalon, akkor megint szétszedjük. Ha az nem segít, hogy majd megpróbáljuk beleragasztani, és utána még mindig lehet forrazgatni. Mondom még egyszer, mi a problémám? Hiába forrasztom itt ezt a kábel direktbe bele az alaplapba, amit meg tudunk csinálni, és az előző epizódban sikerült, nincsen semmi, ami megakadályozna azt, hogyha valaki, aki nem tudja, hogy ez filigrán, egy nagyobbat ránt a kábelem, akkor az ne szakadjon ki. Tehát itt például az USB kábelnél látszik, hogy átvetették ezen a három lábon, mint egy Zugentlastung, tehát egy húzás tehermentesítés. Viszont ezt itt nem tudom megcsinálni. Egyedül annyit tudnék csinálni, hogy ide fúrok egy olyan lukat, amin, de majd csak akkor, hogyha ez mindenáron szükséges lesz, amin átfér ez a kábel, teszek rá egy csomót, összeforrasztom, és akkor a csomónak húzza neki majd az ember a kábelt ezen a műanyagon keresztül. Ezt meg lehet tenni. Na de most szereljük össze, és teszteljük le, hogy mit csináltunk.
Ja, valaki azt mondaná, hogy tehát semmi értelme nem volt szétszedni, de volt, mert tudom, hogy ennek az akadását hogy tudom kiküszöbölni. Az előző epizódon mondtam, hogy ennek az egere is okozott problémát néha, azt viszont meg lehet próbálni. Nem férek hozzá, csak nem teljesen szétszedem. Az viszont egy akkora manőver lenne, mert akkor itt teljesen szét kell szednem, hogy ezekhez a csavarokhoz mind hozzáférjek, hogy ezt kiszedjem. Mivel ezt az egeret én soha nem szoktam használni, ezért azt fogom csinálni, hogy simán szoftveresen kikapcsolom a funkciót. Jó, tegyük vissza az alját. Ha már itt vagyunk, amennyire lehet a port fújjuk ki belőle. Aha. És már látom is, hogy ez a fül fogta az előbb, amiért nem jött szét olyan könnyen. Ugye egy jó tanács, ilyen dolognak soha ne ugorjatok neki akus behajtóval, mert elég komoly kárt tudtok tenni a szerkezetben. Csak a csavarokat nem kell nagyon hülyén meghúzni. És minden csavar meghúzásnál ellenőrizzük a funkciókat. Ugye mivel mozgó alkatrészek vannak az eszközben, ezért minden egyes csavar meghúzása más-más mértékben terheli a mozgó eszközöknek a csapágyait, illesztéseit. Most rá kell jönni, hogy melyik volt a rövid és melyik a hosszú csavar. Szerintem ez volt a rövid csavar. Így van. És most okkal nem húzom meg ezeket a csavarokat teljesen, ugye mert az előbb megállapítottuk, hogy az akadásnak, szorulásnak az volt az oka valószínűleg, hogy ezek a csavarok voltak borzasztóan meghúzva. Kikapcsoltam a forrasztópálkát, meg kihúzzuk a ragasztópisztolyt. Figyeled? Visszajött az akadás, úgyhogy ezzel lazítunk. Ezen a kettőn megint húzunk. Tehát az akadás ez a két csavar okozza. Tehát ezt a két csavart lazán kell tartani. Jó. Akkor azt csináljuk, hogy megtakarítjuk őket, és kipróbáljuk. Na, itt vagyunk a fürdőszobában. Fogjuk a jó öreg higigendőt, és mint az őrült úgy átmosuk. Ja, kérdezitek, hogy miért kell ezt ennyire átmosogatni hirtelen?
Ennek egy olyan műanyag bevonata volt, ami egy kicsit ilyen, mikor még új volt, akkor jónak tűnt, mintha egy ilyen puha, vékony réteget fogná. Nem tudom, mennyire látszik a kamerán, hogy talán így. Volt rajta egy ilyen vékony bevonat, ugye itt már lemostam, ami ilyen kellemes fogásúvé tette az egészet, de állásába ez a bevonat, ez megadta magát. És gyakorlatilag megfolyt a padlásom. Nem tudom jobban elmagyarázni, ez a bevonat, ez olyan volt, mintha egy buha, egy ilyen bőrrel bevont felületet fognál, mint például egy autónak a kormánya. Mi lenne akkor, hogyha bedobnám az egészet a mosogatógépbe? Semmi. A Linuxék, a Linus Tech Tips-től pont azt tesztelték, hogy volt egy ilyen mém az interneten, hogy billentyűzeteket lehet takarítani úgy, hogy fogod a billentyűzetet és beledobod a mosogatógépbe. Meg lehet csinálni. Semmi baja nincs az elektronikának attól, mert hogy vizes lesz. Az elektronikának akkor lesz baja, ha még vizes állapotba újra feszültség alá helyezed. De hogyha mondjuk berakod a billentyűzetet a mosogatógépbe, nyomsz rajta egy mosási programot, majd utána hagyod kiszáradni, mondjuk egy héten át. Persze, kinek van egy ideje egy hétig billentyűzet nélkül élnie, de ha hagyod rendesen kiszáradni, akkor a billentyűzet hiba nélkül fog újra működni. Ha valakit érdekel a téma, írja meg kommentbe, és belinkelem a videót ide a videó leírásába, vagy magatok is rá kereshettek a Linux Tech Tips YouTube csatornán. Itt látszik, már amennyire látszik, hogy jön le, tehát itt le van mosva, és itt pedig jön le ez a grízes réteg. Itt, hogyha megdörzsölöm, látszik valamely rest? Ja, azért látszik valamely rest. És ragad. Undorító mód ragad. Nem is tudom, hogy mivel kéne. Na ez így rohadt unalmas, úgyhogy visszajövünk, hogyha megtakarítottam. Szevasztok! Itt vagyunk a számítógépnél, és itt próbáljuk azt, hogy mit sikerült elérni azzal, hogy szétszedtük ezeket a Cytec X52 joystickokat. Pontosabban a joysticknak a két felét. Ugye itt a monitoron láthatjátok előttem, hogy ez a kalibráló, illetve pontosabban tesztelő panele a Cytec X52 joysticknak, és most végig próbáljuk az összes tengelyt, kezdjük egyből a joystickkal, ugye minden LED világít, még a power LED is, tehát sikerült nem eltépni a kábelét, és akkor kipróbáljuk, balra tökéletes, fölfele tökéletes, jobbra jobb, mint volt, körülbelül idáig ment csak, mielőtt szétszedtük, tehát sokkal jobb, mint volt, ezt már kalibrálással meg lehet oldani, úgyhogy lényegében elértük. Néha látni még némi vibrálást a Z-tengelyem, tehát hogyha a joystickot függőleges tengelyénél forgatjuk, de ezt pedig a threshold beállításával szépen ki lehet iktatni. Van egy gázkarunk, és nem akad, de nem, jó lesz az, tehát van egy gázkarunk, van egy X-tengelyünk, Y-tengely is működik, a csúszkánk is működik, akkor vannak a hotasz gombok, az egyik az itt van, ami körbe minden jelet vesz,
A kettes az itt van. Így van. A throttle head az itt van a gázkarnak a külső oldalán. És akkor van ugye az egerünk, ami gondot okozott, és lásd csodát, megoldódott. Eddig ez mindig körülbelül így állt. Úgyhogy ugyan ahhoz pont nem nyúltunk, de a probléma megoldódott vele. És akkor van gyakorlatilag 32 darab gombunk. 1-es, 2-es, 3-as, majd a 4-esre visszatérünk, tehát mert az 1-es, ha tovább húzom, akkor az a 15. Ugye, 2-es, na még egyszer, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, és akkor 6-os. A 6-os a kisújnál lévő gomb, ami gyakorlatilag a shift. Ugye a Choice-nak a szoftverébe van a 3 programmód, amit 3 különböző színű leddel mutat, zöld, narancssárga és piros, vagy hát ilyen magenta, és azon belül, hogyha meghúzzuk a 6-os gombot, tehát a pinkit, akkor még egyszer az összes gomb, tehát akkor ugye 32 ször 2 ször 3, tehát elképesztő mennyiségű gombot lehet ráprogramozni. 6-osnál tartottunk, azt hiszem itt megy, nem, hol megy tovább 7-tel? 7, 8, várjál, 7, 8, 15 volt a, ez, ja igen, 9 jön. 9, 10, 11, 12, 13, 14, és akkor 14 után a hot, a POV gombok azok, amik a, itt, amik 16-tól 26-ig vannak, és akkor jön a 27-es, ő azt hiszem valahol itt volt, várjál. Ez a 32, ez egy tekerő itt hátul, 31, 30, előbb-utóbb meg lesz, ja itt van, 27, 28, 29, ez a displaynek a három gombja, és akkor még egyszer a 30, illetve a 31, úgyhogy minden tökéletesen működik, sikerült a műtét. Ha tetszett a videó, mindenképpen iratkozzatok fel. A következő téma az lesz, hogy hogyan szereljük föl ezeket a joystickokat állandóra ide az asztalra. Több lehetőségünk van. Ugye minden két joystickon van egy átmenő luk, amivel a régi asztalomon simán fölülről oda volt csavarozva, viszont ez rengeteg helyet vesz itt el, főleg, hogy itt a G13, akkor van egy új headsetünk, majd őt is bemutatom. Annak van egy ilyen vezérlő dolga, akkor a hangszoroknak van egy vezérlő dolga, tehát kezdjük belakni. Ezért arra gondoltam, hogy építeni fogunk egy olyan applikációt, már a tervek részben összeálltak, hogy látjátok jobban talán ezen, hogy itt lesz egy szerkezet építve, ami nem látjátok, várjátok. Hogy látjátok jobban, talán hogyha ezt lefordítsuk, így van, tehát ide lesz építve egy szerkezet, amivel ezt a joystickot innen az asztal alól lehet majd előkapni, tehát majd ki lesz dolgozva, hogy. A lényeg az, hogy egyrészt, mert ugye ez itt nem zavar lábam mellett, tehát lesz egy szerkezet, amivel kioldod, és akkor egy pánt körül elforog, majd megint csak stabilizálva lesz, úgyhogy ez itt stabilon álljon, a kábelek benn lesznek az asztal alatt. Jó! Úgyhogy, ha tetszett, iratkozzatok föl, osszátok meg barátaitokkal, hát ha nekik is kell javítani netán pont ilyen joystickot. És ugye látszik, hogy teljesen stabil az új kábel befogás.
Úgyhogy ha tetszett a videó, iratkozzatok föl, osszátok meg a videót barátaitokkal, írjatok kommentet, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!